Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves nézőink! Liceum és Univerzitás címmel az EGRI felsőoktatás történetét felvázoló dokumentumfilm sorozatunk befejező részéhez érkeztünk. Megvalósul a több évszázados terv és elhatározás, a következő tanévtől megnyitja kapuit és várja hallgatóit az EGRI Eszterházy Károly Egyetem. Beszélgető társaimmal az egyetem megvalósulásáról beszélgetünk majd. Kérem, tartsanak velünk! Ritkán adatik meg az ember életében az, hogy egy 250 évnél idősebb álom beteljesülésének lehet a részese. Mi volt az, ami először eszébe jutott, amikor ez véglegessé vált, hiszen végül is egy folyamatról van szó? Hát, ami először eszembe jutott, az lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, hogy milyen apró vagyok, és hogy milyen kicsi az ember. Végtelen nagy alázatot éreztem, és az elődeimet még jobban elkezdtem tisztelni. Nagyon furcsa érzés az, hogy beteljesedik egy álom, és pontosan tudtam, hogy kivételezett vagyok, hogy éppen én lehetek itt, éppen az én csapatom van itt. Ugyanakkor pontosan tudtam, hogy ez egy törékeny valóság, és hogy nem egyáltalán nem rólam, vagy egyáltalán nem rólunk szól, és hogy egyáltalán nem annak köszönhetjük, hogy mi kiválóbbak lettünk volna, mint az elődeink, hanem annak, hogy most valami megérett a világban, valami csoda folytán isteni gondviselés mellénk át, és azt mondta, hogy a tiétek, de szerénységet érzek azóta is, az a furcsa érzés van, sokszor kérdezik, hogy mikor kezdek már örülni. Végtelen nagy alázatot érzek, és tudom, hogy egy hosszú szám, egyenesen egy picike kis pont vagyok. Mondás jutott eszembe erről, jobb előbb, mint később, jobb később, mint soha. Eltelt 250 év, kétségtelenül ez jóval később van, mint hogyha előbb sor került volna erre a döntésre. De hát azt tapasztalták az elődeim, azt tapasztalta Eger városa mindig, hogy nem volt annyira fontos a vezetők számára, a bécsi udvar számára, aztán később az esztergomi érsek számára, aztán később a magyar kormányok számára nem volt annyira fontos, hogy ennek a városnak egyeteme legyen. Persze tévedés így nézni, hogy ennek a városnak. Ugyanis ennek a városnak soha nem volt több százezres lakossága, de hát nem is abban van ennek a városnak az igazi vonzereje, hogy milyen nagy tömegek laknak itt, mekkora lakótelepek vannak, milyen nagy a gyáripara, milyen mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenység folyik itt. Nem ebben van az igazi ereje ennek a városnak, amelyik püspöki városként ennek az egész régiónak, egész Kelet-Magyarországnak volt a lelki és szellemi centruma évszázadokon keresztül. Úgyhogy amikor a török idők után elődeim, négy elődöm 100 év alatt egy 2000 éves városból 60 év alatt eljutott odáig, hogy az elődöm megépítette a líceumot azzal a céllal, hogy egyetem legyen, hát akkor kétségtelenül Eszterházy püspök nagyot álmodott, de nem ebben a városban gondolkodott csupán.
mindazok, akik csak ebben a városban gondolkodtak a múltban, azok nem értették igazából Kelet-Magyarországnak a helyzetét, hogy ez a város, ez az egész régiónak a központja volt, függetlenül a méreteitől. Hála Istennek most eljutottunk odáig, hogy ez a lelki és szellemi centrum azzal, hogy egyetem lett az Eszterházy Károly Főiskola, ezzel kétségtelenül egy nagyot léptünk előre. Nagyon fontos, nagyon jelentős ez a döntés, de hát azért a realitásokkal számolni kell. Hát azóta itt van Miskolcon egy nagyon jelentős, jól működő egyetem, Debrecenben egy nagyon jelentős, jól működő egyetem, ugyanezt elmondhatjuk Szegedről, Kassáról, Partiumról. Tehát nem ugyanaz a helyzet, mint 250 évvel ezelőtt, a török után a leigázott és éppen csak felszabadult Kelet-Magyarország helyzete volt. Mégis mindezzel együtt is Eger továbbra is megőrizte lelki és szellemi centrum jellegét, függetlenül a lakóinak számától, mindettől függetlenül, amit elmondtam, és ilyen szempontból ennek a döntésnek mégiscsak óriási jelentősége van, és előremutató jelentősége van. Én azt hiszem, most is, mint ahogy 250 évvel ezelőtt a jövőbe tekintett Eszterházy püspök, és a mostani döntéshozók is a jövőbe tekintettek azzal, hogy Egerben egyetemet hoztak létre. Ki kell építeni egy egyetemi szervezetet. Hogyan fogunk kinézni egyetemként? Gyakran itt az irodában, ahol egy Eszterházy portré nézi a napi tevékenységünket, szoktam gondolkozni, hogy vajon mi lenne az, amire azt mondaná, hogy ez jó, mire azt mondaná, hogy hát ez nem volt olyan szép, mint amilyet én gondoltam. Úgy gondolom, hogy most egy közel 10 000-es lélekszámú, komoly nagy intézmény alakul ki. Ez egy olyan intézmény lesz, aminek helyei lesznek Sárospatakon, Gyöngyösön, Jászberényben, és most úgy néz ki, hogy Budapesten is. Tehát ha azt a furcsa kampuszszót használjuk, akkor 5 kampuszon fog elhelyezkedni ez az egyetem, ami egy különleges egyetem lesz, mert sok helyen lesz, különleges lesz abban, hogy egyet akarnak, egy filozófiával fognak működni, és hát bizonyára nem haragszik a megálmodója ennek az egyetemnek, hogy ez nem csak Eger. Hol lesz a helyünk nekünk az egyetemek sorában? Milyen fölkészültséggel várjuk az új tanévet majd? Tehát meg kell nézni, hogy milyen értékeink vannak, és mi az, amiben tovább tudunk fejlődni, mi az, ami majd karakteresen megmondja, hogy kik vagyunk ezen a pályán. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az Eszterházy Károly Főiskola egy 5 évvel ezelőtt is teljesítette az egyetemi válás feltételeit. Doktori iskolánk volt, 4 karunk volt, tehát gyakorlatilag besétálhattunk volna az egyetemek kapuján, de mindig azt mondtam, hogy nem hiszem azt, hogy az egyetem az a párbetű. Az egyetem az egy végtelenül magas színvonal, az egy szolgálat, az egy ügymelléállás, hihetetlen színvonal, jó közösség, emberi tartás és a többieknek a figyelme. Úgy gondoljuk, hogy valahol már nagyon magas szinten vagyunk, és már egyetem, gondolok itt például a történelemtudományi doktoriskolánk színvonalára, ennek a hátországára, de ugyanakkor látjuk azokat a lehetőségeket, ahol még rengeteg fejleszteni valónk van. Mi egy vidéki egyetem leszünk, egy abszolút vidéki egyetem, egy kis budapesti kitekintéssel,
tehát ide nehéz professzorokat vonzani, nehéz itt dolgozó embereket ide vonzani, tehát rengeteg építeni valunk van, de úgy gondoljuk, hogy amikor belépünk az egyetemi kapun, akkor egy nagyon becsületes, egyenes tagjai leszünk ennek az egyetemi társadalomnak. Ezt onnan is lehet látni, hogy akik eddig nagyon örültek nekünk, most annyira nem örülnek nekünk, mert most már ugyanabban a ligában fogunk versenyezni, ahol a többiek vannak. Úgyhogy egy-egy fél mondatba, egy-egy gondolatba, egy-egy felkiáltójelbe pontosan érzem azt, hogy jó, erős küzdőtársak leszünk az egyetemek világában. Képzési szerkezetben mennyire változtatja meg a jelenlegi képet ez a besorolásunk? Úgy gondolom, hogy az mindig fontos volt, hogy az embernek milyen álmai vannak azzal kapcsolatban, ami létre fog jönni, és az álom az mindig az volt, hogy egy pedagógiában erős, nemzetközileg elismert egyetemet építsünk. Én úgy gondolom, hogy ez egy másfél évtized, amíg ide el tud jutni az új egyetem, és ez kijelöli azt a pályát, amit úgy gondolom, hogy nekünk végig kell járni. Tehát a pedagógia lesz az első, amit zászlóra fogunk tűzni, és amivel beszeretnénk hajózni ebbe a szép új világba, ami nem csak a magyar országunkat jelenti, hanem jelenti Európát jelenleg, és aztán utána úgy gondoljuk, hogy több legyen, mint Európa. De természetesen, ha csak pedagógus képző egyetemet szeretnénk, akkor az nem lenne igazán karakteresen körberajzolható, hogyha tudjuk, hogy milyen a portfóliónk. A portfóliónkban mindazok szerepet kapnak, amik jelenleg is megvannak, és ehhez jön egy furcsa gyöngyszem, az agrárképzés, ami eddig nem volt. Ez az egyetlen, aminek még az árnyéka se vetült ránk, bár ez talán így nem igaz, mert szőlészborász képzéssel mindig kacérkodtunk. Most Gyöngyös érkezésével az agrár irányba is kinézünk. Úgy gondolom, hogy ez pontosan kiegészíti azt a portfóliót, mert itt Észak-Kelet Magyarországon szükség van. Tehát az agrár képzéssel, ami lehet növénynemesítés, lehet minden más agrár probléma is, de leginkább mi szőlőre és borra összpontosítunk. Tehát számunkra az agrár irány az leginkább agrárképzésben a szőlő és bor ágazatot jelenti. Mindezzel együtt, amit elmondott, milyen jövőképet lát az új Esterházy Egyetem előtt? Hát mivel alázatról beszéltem, úgy gondolom, hogy az az Esterházy 2,5 évszázados sejtés, amit őt letett az asztalra, az utánozhatatlan. Nemrégen a Neumann lányával olvastam egy riportot, amiben azt írta, hogy az édesapja nem gondolta, hogy elképzelhető az, hogy nem csak tudományos kutatók fognak komputereket használni, hanem az átlag emberek tucatjai. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon nehéz elmondani azt, hogy mi lesz majd mondjuk 150 év múlva. 20 évig körülbelül gondolom, hogy számon kérhető vagyok. Az előző megjegyzések, hogy pedagógus képzés, az teljesen áll. Mi úgy gondoljuk, hogy Észak-Kelet-Magyarországon egy meghatározó intézmény leszünk, és úgy gondoljuk, hogy az az intézmény lesz az Esterházy Károly Egyetem, aki végképp fogja ennek a régiónak a kezét. Ez furcsa ilyet mondani, mert ugye itt többen is vagyunk érdekeltek, de egyre inkább erősödni kell szerintem a 21. században az emberi faktornak. A méretéből és az eddigi filozófiájából az következik, hogy egyre inkább ez az egyetem lesz az, aki az emberek gondjaival a közvetlen kapcsolatot fogja tartani. Egyre inkább azt hiszem, hogy nem a informatika fogja meghatározni a 21. századot. Nyilvánvalóan technológiájában igen, mentalitásában az emberi értelemnek a földre szállásának kell elkövetkezni. Mindig összefüggés volt a között, ami a líceumban történt, a megépülte után, és hát az egyház oktatási elképzelései között hatottak kölcsönösen egymásra. Mi változik most ezzel a helyzettel, hogy megvan az egyetem?
A Hittudományi Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola között nagyon jó együttműködés volt az elmúlt időszakban is, és én bízom abban, hogy ez az együttműködés ez még inkább el fog mélyülni. Ez vonatkozik elsősorban a hitoktató képzésre, elsősorban azoknak az embereknek a képzésére, akik a hitéleti képzés mellett más egyéb szakokat is szeretnének a egyetemen tanulni. Mindehhez természetesen hozzájárul az, hogy az utóbbi években az Egri Főegyház megyében az oktatási tevékenység, a közoktatásban való egyházi részvétel az jelentősen megnövekedett. Számítunk mindenképpen az Eszterházy Egyetemnek a segítségére a tekintetben, hogy a leendő pedagógusaink képzésében vegyenek részt úgy a sárospataki, a jászberényi, mint a gyöngyösi, meg hát az egri helyszíneken is, amelyek az Eszterházy Egyetem helyszínei lesznek. Fontos nekünk az, hogy a leendő pedagógusaink azok jó képzést kapjanak, alkalmasak legyenek arra, hogy egy katolikus oktatási intézményben fejtsék ki a tevékenységüket. Ezért az együttműködés számunkra az egyetemmel az rendkívül fontos. Azt érzékelem, hogy egy rangosabb képzést sikerül adni azoknak a diákoknak, akik a jövőben itt végzik majd a tanulmányaikat. Úgy látjuk, hogy rengeteg a baj, és a törzsfejlődésben mi nem követtük ezt a hallatlan technológiai fejlődést, tehát ember-ember viszonylat, művészetekhez, világhoz való kapcsolat, emberléptékű fejlődés, emberléptékű mezőgazdaság, minden olyan dolog előtérbe fog kerülni, ami ezt a 21. századot szebbé tudja varázsolni. Ebben az egyetemnek komoly felelőssége lesz, tehát akkor, ha sportról vagy rekreációról van szó, akkor, hogyha élelmiszerről, ami probléma lesz, akkor, ha energiáról, ami probléma lesz, akkor, hogyha arról lesz szó, hogy a kultúrának hol van a helye ebben a világban, abban, hogy ebben a régióban elesett emberek vannak, úgy gondoljuk, hogy az Eszterházy Károly Egyetem fénylő pont lesz. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországon szép jövő van, úgy is, hogy rengeteg kihívás lesz, olyan kihívások is, amire még most egyáltalán nem gondolunk. Gondolunk energiára, gondolunk vízre, gondolunk élelmiszerre, gondolunk környezetszennyezésre, gondolunk különböző embercsapatok érkezésére a világ különböző részeiről, de úgy gondolom, hogy nem gondolhatunk mindenre. Ahhoz, hogy rugalmasan tudjunk válaszolni kérdésekre, arra nincsen most sem más válasza a világnak, mint hogy tudomány, oktatás, művészet, kultúra. Ezek lesznek a válaszok, amik belül az Eszterházy Károly Egyetemen megválaszolásra kerülnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves nézőink! Líceum és Univerzitás címmel az Egri felsőoktatás történetét fölvázoló dokumentumfilmünk befejező részét láthatták. Megtisztelő figyelmüket a műsorban közreműködő kollégáim és segítőink nevében is megköszönöm. Kérem, örüljenek velünk Önök is, és legyenek támogatói az Egri Eszterházy Károly Egyetemnek. Viszontlátásra!
egyetemünkön.